Jelenleg egy több mint 3 méter mély és 40 méter átmérőjű gödör tátong a fehérgyarmati szennyvíztisztító telepen. Itt épül maga az új szennyvíztisztító műtergy, de a telep jelenlegi épülete is megújul, illetve egy újat is építenek. A beruházás tartalmazza még többek között egy komposztáló és egy 200 négyzetméteres épület kialakítását is. Volt polgármesterként sajnos többször szembesültem vele, hogy amennyiben a városban lévő konzervgyár nagy kapacitással működik idényeleggel, természetesen nyáron, gyümölcsszezonban, akkor nem tudjuk kezelni a rendszert. És hát volt azért feljelentés is, amikor feljelentették, nyilván nem feltétlenül a mi hibánkból, hanem a kapacitás áteresztő képessége volt hiányos a korábbi szennyvízszeletnek, feljelentették a várost, és volt, amikor büntetést is kellett fizetnünk. Én nagyon örülök ennek a beruházásnak, hiszen 1,2 milliárd forintot jelent Fehérgyarmat életében. Az Észak-Kelet-Magyarországi szennyvíz elvezetési és kezelési fejlesztésnek köszönhetően a hulladékkezelés is modernizálódik Tiszadadán, Fehérgyarmaton, Konyáron és Tiszadsegén is. A négy települést érintő fejlesztések összege több mint 5 milliárd forint. A beruházások várhatóan 2020. decemberében befejeződnek. Ez egy nagyon fontos beruházás a település életében, hiszen a folyékony hulladék megfelelő határértékét kell biztosítanunk, és enélkül a beruházás nélkül ez nem valósulhatna meg. Ez a beruházás egyrészt szól a kapacitásról, növelésről, másrészt szól arról is, hogy vannak olyan határértékek, amelyet biztosítani kell az üzemeltetőnek. Ez a beruházás hozza el ezt az eredmény számunkra. A szennyvíz problémák megoldása minden településen fontos feladat. A térségben a következő években Jángmajt is és Csegöld környékén terveznek majd hasonló beruházást, ha lesz rá lehetőség. A választókerület települései érzékeny vízbázison fekszenek a tiszamenti övezet adottságai miatt. Tilki Attila képviselő azonban bízik benne, hogy a jövőben is folytatódnak a mostanihoz hasonló beruházások.